Most éppen elindítottam a videót, de... Már nem tudom, ez hanyadik rész. Bocsánat, csak közben... Elfordítom a izét. A búgót, hogy ne búgjon. Azt akartam mondani, hogy most elindítottam a videót, de nem tudom, ez hanyadik rész. Nem tudom. Igazából... Mindegy. Az a lényeg, hogy most jött a Zoltán. Vezetéknév az ugye nem igazán fontos. És hozott egy termálték gamer számítógépet. Azt mondta, hogy neki ez nem kell, és amennyire el tudná adni, inkább felajánlja rászorulóknak. Ezt most mondom még egyszer, szóval egy gamer kategóriájú erős számítógép. Jó? Így itt van. És akkor elkezdem kinyitni, megnézem. SSD-től kezdve nagy erős videókártyák, minden van benne. Minden. Még egy plusz USB vezeték is van benne, nagyon, nagyon vicces. Kicsit közelebb hozom, jó? Azok, akik régebb óta nézik ezt a hülyeséget, azok már tudják, hogy itt vannak ilyen szakmai mutogatások, hogy ez így van, stb. Azok már nem lepődnek meg, a többieknek meg mit kerestek itt? Tehát, menjetek, nézzétek a TikTokot, az jó. Tehát kaptunk egy USB vezetéket, ami belülről jön. Nem tudom honnan jön ez, csak így belülről jön. Elvileg jól látjátok, gondolom. Ilyen gyors rögzítős széle van. USB. Van egy 6-os videokártyánk. Tehát egy plusz 6-os bemenetű videokártyánk. MSI gyártmányú, nem tudom milyen. Van egy Deepcool egy ventilátoros processzorhűtőnk. Hát van itt egy pár apróság, például az első hang, ami itt van valahol, be van ide kötve. Nem igazán értem, hogy miért van itt a kicsi csavar, mert ide elvileg csak nagy csavart lehetne tenni. Megpróbálom kiszedni úgy, hogy szépen, mert hát ez mégis csak ilyen dolog ez, így. Mindjárt! Nem igazán volt takarítva a csávuk, de nem ezért van itt. Jó, nem azért van itt, mert nem volt takarítva. Nem azért van itt, mert föl szeretné ajánlani, picit át törölgetem ezzel a nem igazán tiszta rongyival, mindegy. Tehát tényleg csak a nagyját leszedjük róla. Tehát a készülék így néz ki, úgy hívják, hogy R7 370 Gaming 4 GB. Az a memória. Tehát, hogy mennyi... mennyi por volt ezen a csávon. Hát nem nagyon volt karbantartva, de... Nem gáz, azt kell mondjam, hogy... Ahhoz képest, hogy 370-es, ahhoz képest... Nem olyan sok ez a por, ami benne van. Bőven hibátlan. Félretesszük. És nézzük a többi készüléket. Engem egyébként legfőképpen ez az USB érdekel, hogy a számítógép belsejéből egy USB fiú mit keres ott? Ja, van benne SSD, van benne HD, nem, DVD író, ha jól látom, ami nem rossz, az jól fog jönni, nyilván. Ez egy A sorozatú Kingston. A 200G, azt hiszem. Köszönjük szépen. Nyilván jó még, természetesen. Tehát abszolút bízom a számítógép, amikor össze van rakva, van benne egy ilyen főalkatrész, azt alaplapnak hívják. És az alaplapot elvileg úgy be kéne tenni a számítógépbe, hogy ez nem mozoghasson. Ehhez képest eléggé mozog, ez nem olyan vicces. Van benne 4 memória, teljesen tele van, ami egyébként teljesen helyes, csak ilyen furcsa, hogy Corsair, és szerintem teljesen egyformák, hogy szedbe vannak véve, vagy valami ilyesmi. 4x4 azt hiszem, nem biztos. Ó, francba. 1600-as DDR3, ami azt írja 8, akkor viszont 4x8. Mi a franc? Na, menjünk tovább. Kiszedem belőle ezt a rengeteg olyan kábelt, ami
Egyelőre csak ront a helyzet. Alsó tápos a ház, ezt elvileg látjuk. Ugyan idegesít ez az USB itt a szélén. Na, van itt egy-két kevésbé igényes megoldás, ezt maga a számítógép ház csinálta, hogy a felső USB meg erőellátásokhoz egy molexes tápot vett igénybe, hát elég csúnya. De hát régen nem voltak más módjai ennek, csak a molex, úgyhogy egy kicsit régebbi a ház, de hát attól még nem utáljuk őket ezért, nyilván. Kiveszem belőle a SATA kábeleket. Az a furcsa, hogy SATA kábelből három darab van benne, és kettő darab készülék volt benne, mert úgy van, hogy a tetejébe, nem érem el, a tetejébe itt kint szerintem van olyan, hogy külső SATA, e-SATA, azt hiszem ez volt a neve, és akkor oda föl van kötve egy belső SATA, hogy az e-SATA lesz. Jó, azt így engedjük el, az a lényeg, vannak olyan alaplapok, amiknek az elejébe, ahol minden kábelt bedugsz, a hátulja a számítógépnek, ott van olyan egy e-SATA. Na, oda kell az e-SATát dugni, tehát a belső SATA-ból kivezetett e-SATába dugni egy e-SATát, hát az beteg, azt így engedjük el szerintem. Van itt egy további, ja nem moduláris a táp, tehát minden kábel rajta van, azt te meg kötözd le, ahogy akarod. Ez még mindig idegesít ez a vacakit engem. Te már pókálós rejsz a szemüveget. Csíjog, atyám, hogy néz ki. Hát, most nem jártam olyan jól, mindegy, ezt elengedjük. Itt van a videokártyának a második sínje, tehát a táp az olyat tud, hogy kettő videokártyát, vagy két darab, vagy egy darab nagyot, tehát két darab 8-asat, vagy egy darab dupla 8-asat. Elég jó kis cucc. Megpróbálom kivenni belőle ezeket a dolgokat. Az egészet le kell bontanom azért, mert nem ebbe a házba kerül be ugyanez az alaplap, ugyanis ez egy nagy ház és egy pici alaplap. És ha picit elfordítom, látjuk, hogy itt körben van egy 10 centis luk. Mert egy óriási házba egy pici alaplap került beépítésre. Elég igénytelen, nem baj, működik, ami eléggé nagy dolog, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Itt van az első hangkártya kivezetésnek a kábele, és akkor most ki lehet venni belőle az alapla. Az elsőre nem tűnik föl, csak miután szedett szét, így jönnek a furcsaságok. Itt van a processzor és az ahhoz tartozó hűtő. És a hűtő előtt, látjátok, itt egy másik ventilátor, ami ellenszív. Ez mi? Tehát, hogy bakker. Ilyenek tömeg tudok vakulni. Van egy processzor, melegszik, tehát hőt termel folyamatosan, és a gyártó rárakott egy ventilátort, még jelezve, hogy hello, azt műteni kell. Erre vitt egy csávó ide előre, és fordítva, nettó fordítva elszívja onnan a levegőt, tehát hogy... Oké, fordítva. A processzor hűtőt fordítva rakom be, hogy ez a ventilátor itt legyen, minden működik helyesen, hiszen átfújja a levegőt, és ez a csávó tovább fújja, kész, nem? Nem? Na jó, szedjük szét a csávót, mert... Ja, nincs benne fölül csavar. Az a rész, ez nem olyan jó, azt kell mondjam, mert az alaplapot csavarokkal kell oda rögzíteni a számítógéphez. Tehát amikor ennyire mozog minden, az semminek nem jó. De nem az alaplapnak, hogy semminek. Vannak ilyen műanyag buckák betéve, és akkor ezek a műanyag buckák, az meg sincs húzva ez a csavar. Ez csak időkérdése lett volna, hogy kiessen. Hát az nem lett volna jó, hogy őszinte legyek, vagy csak úgy kiesik. Úgyhogy most vannak ilyen műanyag buckák, és azt tartja az egészet. Ez miért nem esett le? Ez bármikor leeshetett volna, és kész. Így kiesik, paf, kész, ennyi. Természetesen nem Zoltánt kell bántani, mert ő csak elhozta és felajánlotta. Szó szerint azt a csávót szapulom most. Nem csajt, ne aggódja. Aki a számítógépet így rakta össze. Tehát, hogy
Anyám, hogy néz ki ez a gatya? Hát, kaptam most port rendesen. Mindjárt mutatom az alaplap márkát, gyártó, stb. Csak azért a nagyobb portigriseket azért lefújom róla. Mindjárt. Mindjárt visszatérek vele. Szóval... Bakker, azt csodálkozom, tiszta csuval madrágom. Tehát, így néz ki a főalkatrész. Ez egy ASRock H97M Pro 4. Nehogy már sima legyen, és elvileg teljesen hibátlan, és tök jól működik, és szuper, és minden. Van benne integrált videokártya, ami lehetővé teszi, hogy mindenféle további videokártyák helyett, illetve nélkül kiadjuk a számítógépet, hogy majd a rászoruló család majd intéz bele magának egyet, úgyhogy nagyon jó. Meg ráadásul plusz druk az egész, hogy VGA kimenete is van, tehát még a régi analóg vackunkat is rá lehet kötni, ami nagyon jó, ma azzal szoktuk osztani a számítógépet. Azt a részt nem értem, hogyha innen jön a vezeték, ami az áramellátást biztosítja a ventilátornak, az miért van keresztbe víve? Az olyan rossz ötlet, csak egy kis igazítás, ez menne minden szépen. Na jó. Van benne egy csomó SATA meghajtó, úgyhogy nagyon szuper minden. De maga a számítógép ház, az túl nagy, tehát ez óriási. De ekkor a számítógép házat a nagyobb, teljes ATX-es alaplapoknak mondjuk így fogunk építeni, és ezeket a srácokat, ezt a négyet, tehát ezeket nem kapja vissza, hát ez nem Windows lesz, hanem Linux, úgyhogy ezt visszakapja, ezt meg megy a tartalékba, hogy egy hasonló DDR3-as szedbe legyen 16 RAM, ami el fog férni, abban biztos vagyok. Úgyhogy ezt az alaplapot, ami itt van most hátul, belerakom a memóriát, aztán egyelőre... Ja. Az a bajom, hogy a processzornak van ez a hűtése, és a processzornak a hűtése, a lába el van törve, és három tartja a négy helyett. Az még jó, nem azt mondom, de ilyenkor már nem szabad levenni. Mert ha leveszed, akkor még két-három láb eltörik, és egy ilyen nagy hűtőt visszarakni... Tehát gáz, mert ilyen átmenő műanyag rögzítők nekem már nincsenek. Úgyhogy egyelőre akkor marad ezzel a procival, ezzel a hűtővel. Annyi, hogy picit át lehet pucolva, kicsit ki van takarítva, és akkor jobban be lesz rögzítve egy számítógép házban, mint ahogy ennél az esetnél láttuk. És megint láttam valamit. Na mindegy, az egészben a lényeg, hogy ezt szépen visszarakom. Visszarakom szépen a memóriából a kettő darabot, és haladunk tovább a... Nem egyet hozott ám azután, nem egyet hozott, több számítógépet hozott, hát nem mindegyiket tartjuk meg, de ezt szerintem mindenképpen érdemes megtartani, mert biztos, hogy erős, nagyon jó, nyilván tök jól működik, igazán senkinek nem lehet egy rossz szava se, csak jó, főleg azok, hogy köszönjük, bizony. Úgyhogy most kettő memóriát visszaraktam, kettő az megy tartalékba, 16-ra már. Ez mindenre is elég. Ezt ide hátra hozzuk. Ezt a számítógép házat picit lejjebb bontjuk, mint ahogy most van. Tehát, hogy kiveszük belőle a DVD olvasót, ami lehet, hogy írok. Kiveszük belőle a tápot, és szépen föltesszük az üres házak közé, ami majd segít. Ez még mindig nem tudom, mi ez az USB itten, ezt még nem vágom. Azt sem tudom, honnan jön. Most már tudom. Na jó, szóval ott tartunk, hogy
kivesszük belőle az olvasót, a tápot, a minden, és minden szépen megy a helyére, és amikor összerakunk egy számítógépet, akkor ezeket az alkatrészeket már az alkatrészek helyéről el tudjuk venni, aminek már ideje lesz lassan. Ez a shield, nem tudom miért így hívják, mert nem véd semmi ellen. Ez szó szerint arra való, hogy amikor a számítógépet hátulról nézed, az szebb legyen. Ennyi. És az összes levegőt megállítja, tehát a szellőzésnek egy akadálya. Ennyi. Tehát én, amikor összeraktam a számítógépemet, igyekeztem elkerülni, hogy ilyen shield legyen rajta, de az én gyártóm azt kitalálta, hogy ne, egybeépítette a számítógép alaplappal, hogy ne lehessen kivenni belőle a shieldet. Úgyhogy az mondjuk nem olyan jó, hogy őszinte legyek. Plusz csavar van benne, mert hogyha valaki ki akarja venni innen a tápot, akkor még plusz egyet ki kell vegyen alulról. Van egy ilyen háromszög rögzítő saroggenyó, amit, hát nem tudom, szóval olyan embereknek kellene tervezni a számítógép házakat, akik javítják, hogy ne, ezeket, mindjárt megmutatom persze, csak nehéz kivenni. Jaj, azt nem is lehet kivenni. Mindjárt kiveszem. Fú, de idegesítő az a csáva. Mindjárt kiveszem. Majdnem eszembe jutott egy-két csúnya szó, de... Szóval most így elengedjük. Mindjárt mutatom, jó? Tehát... Ez a csávó itt, ez arra való, hogy ne lehessen kivenni a tápot. Négy csavar fogja hátul, akkor ez minek? Ha kiveszem a négy csavart, akkor ezt nem veszem ki. Borzasztó. De tele ment már a torkom ez a porra. Ebben még több van. Hűcsön! Nem tűnik jó tápnak, mert eléggé... Júj! Az most nem jó. Ez azért nem jó, mert a benne lévő por összeállt egy golyóvá. És az nem jó. Az nem jó, mert ha egy golyóvá összeáll a por, azt ki kell venni a francba, azt nem lehet. Ó, bakker! Hát ez most semmi kedvem, mindegy, megcsináljuk. Az a lényeg, hogy ha benne marad egy olyan porgolyó, ami így össze van állva, mint ami most is, az sose jó, mert megállítja a levegőt, meg mit tudom én, nem lesz szellőzés, nem lesz semmi, csak nézzünk, hogy miért nem működik, aztán egyszer csak túlmelegszik, sziklázik, stb. Nem jó ötlet. FSP márkájú a táp, és elég nagy lukakat tervezett rá a gyár, csak így, hogy most el van tömítve, így nem olyan vicces. Természetesen már rég nincs rá garancia, úgyhogy az ilyen garancia papírokat, amik így rá vannak téve, hogy ha elszakad a matrica, akkor nincs több gari, azokat nyugodtan ki lehet röhögni. Megmutatom, itt van egy ilyen matrica, hogy az elszakad, akkor nincs több gari. Azért van odatéve ez a matrica, mert ott van alatt a csavar, amit ugye ki kell venni ahhoz, hogy azt a hülye porszemet kivegyünk belőle. Ez most így kezd idegesíteni, mert nem bírom levenni. Nem jött le. Nem jött le a matrica, úgyhogy azzal együtt jön ki ez az egész. Úgyhogy ez most így szívás. Hát egy csúnya. Hú, hogy néz ki már gyakran. Na. Mindjárt megnyitjuk a csávót valahogy. Kicsit össze van már állva, mint a bugyi.
hogy melyik bugyi, mondjuk a mosatlan bugyi, jó? Nem baj, felnőttek értették. Kivettem belőle most 4 csavart, és nem akar szétjönni a csávó. Tehát, hogy ilyen patentok vannak a szélén, amiket ő tart. Még nem olyan jó. Én abban reménykedem, hogy nincs összeragasztva az egész. Akkor aztán tényleg hülyét kapok. Ha össze van ragasztva és csavarozva, akkor nem fog körülni. Akkor nem. Miért nem nyílik szét? Tehát, hogy úgy de nehezen megy. Még küzdök. Még küzdök vele, mert nagyon patentra össze van simítva, meg szuperfestés van rajta, meg mit tudom én, ami olyan nehezítéseket biztosít számomra, hogy sírva fakadjak. Most itt tartok, szépen kijött az egyik oldal. Szépen, hát azért az erős túlzás volt. Nehezen, na. De akkor is kijön, tehát ez lesz a lényege, hogy szépen lejön. Tehát, hogy szépen kijön belőle az óriási portigris. Igazából ez egy porkígyó, mindegy. Mert ahogy láttam, nem csak egy volt benne, hanem 4. Úgyhogy abszolút indokolt volt a megbontás. Mindegy, az a lényeg, hogy vissza lehet tenni most már a borítást. Nagyon-nagyon túl van dizájnolva, mit tudom én. Az a lényeg, hogy most már vissza lehet tenni mind a két oldalra, külön, egyesével, így, és akkor lenyomjuk. Ez egy gyári, nagyon jó, szuper. És akkor vissza lehet csavarni a csavart, mintha mondjuk meg se bontottuk volna, ez most mindig. Nem biztos, hogy titeket érdekel az jelenet, csak azért nyitottam meg, azért zárom vissza, mert csak a port szedtem ki belőle. Tehát belső műveleteket, hogy forrasztás, meg ellenőrzése a diódáknak, meg mit tudom én, azzal itt nem érdemes foglalkozni, mert minden héten kapunk tápot, számítógépet, mindent is, kétszer, háromszor, néha, többször. Tehát, hogy nem kell, mert rengeteg számítógép, család nincsen, azok nem jönnek. Na, azt fogom csinálni, ezt szépen visszacsavarozom, mintha normálisan meghúzom a csavarokat, nehogy itt valami apró hiba bekövetkezhessen. Ez mondjuk már jó meg van húzva. Kész, és akkor ez a csávó megy a többi tábhoz. Egy, né! És plusz egy táp, tehát tök jó. Még a gatyámmal kéne valamit csinálni, mert Vagy melós gatyába jövök, mert már úgyis koszos, nem? Shield! Nagyon jó! Külön üdvözlöm azokat, akik ezt még berakják a gépbe. Fú, kemény. Na, az a lényeg, hogy az eleje rész ilyen duci buckokkal van ide rögzítve magához a számítógéphez, csak így ki kell pattintani elvileg, úgyhogy relatív könnyű dolgom lesz nyilván. A másik oldalt is le kell venni hozzá, ez eléggé obvious, eléggé értelmű. Ja, meg itt alul van a táphoz ilyen nagy porszűrő. Azt még majd ki kell porolni. Ne, nem poroltam még eleget, nem, hát azt még ki kell porolni annak. És akkor majd jobb lesz a megítélés, még se kell. Jó, tehát a számítógépnek most mind a két oldala le van szedve, tehát látjuk, mind a két oldala üres. És le tudom elvileg szedni a gépháznak az elejét, ami ilyen buckokkal van ide rögzítve, csak fölül nem nagyon engedi a srác valamiért.
Remélem az egész tetejét nem kell hozzá leszednem, az mondjuk így jó lenne. Nem tudom, igazából nem tudom. Ja, DVD olvasó. Nem, ez pont egy író, bocsánat. Az a neve, hogy... Esi, anyám. Nem tudom mi a neve. DVD író, modell SH224, ez a típus. SH224, foglalom is, hogy ez melyik gyártó, nem is nagyon érdekel. Az a lényeg, hogy ír, nem csak olvas, úgyhogy ez teljesen hibátlan. A vezetékekből csinálunk egy kis egyszerűsítést, itt van a szuper kis USB-k, amit nem lenne értek, hogy... Jaj, megvan! Most már rájöttem. Oké, na, a mechanizmus, majd the following, no? Tehát, hogy ez a dugó, már röhögök, hát ezt nem hiszem el. De az emberek olyan, nem tudok ereszebb szót mondani, hát ez hülyeség. Tehát ez egy USB dugó, amit ide kell bedugni a számítógépbe, ugye amikor a alaplap ott van, és előre hozza, mert itt van egy ugyanen lány. Mert ugye ez fiú, ezt bedugjuk ide, mindjárt mutatom, tehát bedugjuk magába az alaplapba, és előre hozza. Azért nem volt meg ez a dolog nekem, hogy ez minek? Hát ezért, hogy előre hozza az USB-t, érted? Mert elől nincs USB, úgyhogy én bedugom az alaplapba, mert nincs hozzá kábel, nincs. De egy kábellel be kell dugni. Na jó, szóval, köszönjük Termáték, köszönjük. Még mindig ott tartunk, hogy a tetejét, mindjárt megmutatom. Tehát, hogy így mozog az eleje. Ugye világos? De az elején, itt fölül nem engedi el. Tehát, hogy ott az valamiért tartja, és ugye nem akarom nagyon letörni, és amennyire. Azt szeretném, hogyha így minden szépen flottul menne, és most ez pont nem az. Úgyhogy valahogy rá kell jönnöm arra, hogy a tetejét azt én hogy tudom úgy levenni innen, hogy ne törjön el még a jövő hét is. Mert nem nagyon jön le, és az nem jó. Ugyanaz. Tehát ugyanúgy patinkák vannak benne, csak nem fém, hanem műanyag. Tehát ezt megcsinálok mondjuk 300-szor, ez nem tudom miért esetve. Ez egy belső, hogy mondják, belső akadály. Nem tudom mi ez. Tehát az a lényeg, hogy ide hozza ki, ez az USB hátulról, mert így mutatom így. Tehát itt van benne egy USB, egy kék. Tehát, hogyha csinálok egy ilyet, így, kész, saját magába visszadugtam. Termálték. Te tiszta hülyék, komolyan. Itt mennyi baj van a fejekbe. Na jó, akkor ez a módszer, tojok rá. De akkor is rossz a módszer, mert ez így igénytelen, nagyon gáz. Na. Azt akartam az egészből kihozni, meg ő tűrhető állapotban van, ezt egy kicsit át kéne cserélni, ja? Meg poros egy kicsit, nem? Oda se neki poros, és akkor mi van, nem? Az a lényeg, hogy ezeket a csávókat valahogy ki kéne vennem, mert van egy jó pár ilyen szabályzat itt a műhelyben, hogy melyik számítógépet hogy kell felkészíteni, hogyan kerülhet abba a toronyba, mert itt van egy ilyen halom számítógép, hogy mi az, aminek mindenképpen lennie kell benne, mi az, ami nem lehet benne. Egy pár ilyen szabályzat van, amit így be kell tartani, és akkor minden frankó. Tehát a felső kettő üres. Jó, ez egy ilyen alap dolog, nem? Érdekel titeket, csak úgy mondom. Na, ezt kiveszem belőle, ez a kis hely. A kis helyet azért szedem ki belőle, mert ide kerülnek be a SD kártyaolvasók, esetleg kis lemez meghajtó. Nem biztos, hogy lesz, de hogyha lesz, akkor van helye, és az tök jó. Nem jön ki. Oh, kijött végre. Na, úgyhogy én vagyok az apa. Na, szépen visszatesszük, mintha le se vettük volna. Így. Így, teljesen gyári,
és ezeket a kábeleket, amik ugye itt vannak, szépen ide készítjük, hogy ami gor majd ez kap egy alaplapot, akkor itt legyen minden kábel, amire szükség van. A ventilátort ugye levesszük, ezek itt nem tudom, kis igénytelenlegű részek ezek. Na, az a lényeg, hogy vissza lehet építeni a számítógépet, ahogy van. Például én azt a trükköt csinálnám, hogy az oldalháza ezen, lehet, hogy kicsit igénytelennek hangzik, de egyszerűség. Tehát ez a hátoldala a számítógépnek, amit sose láttok. Ez így jön föl, és akkor nagyon szép, mert hátoldal. Tehát itt nem kell semmi. De én ide fúrnék egy lukat ennek, mert ez jönne itt hátul, mondjuk a számítógépen kívül. Mert hogy belül megy, hát az olyan csúnya, hogy valami borz. Egyszerűen csúnya. Be tudom tenni, hogy itt van, neszed, be van téve, és akkor most ez hogy néz ki? Hát nagyon csúnya, nagyon gáz. Úgyhogy inkább áthozom itt, nem tudom, itt se szép. Nem tudom, mindegy, amikor majd megkapja az alaplapot, ami majd ehhez kell, majd akkor ezen, majd zongorázunk egy kicsit. Hogy itt mennyi dzsúva van. Na, oké, szépen visszatesszük, valahogy így. Megkapja a csavarjait. A hátlap az egy olyan dolog, hogy azt nagyon nem szedjük le. Tehát, hogy az egyszer föl van kész, az ott rohad meg. Minden egyes csavar, amire szükség van, az mindig előről történik, az sose hátulról. Itt van még a négy csavarja a tápnak is, azt is majd tesszük valahova. Mindegy, egyelőre ez így nagyon. Mindjárt kiveszem belőle az izét, a ventilátort, mert az még mindig benne van. A ventilátorokat külön kezeljük, tehát azoknak is megvan külön, akik dobozkáljuk, azt beletesszük, de jó, és akkor ha kell egy ventilátor, akkor valahova nyúlni. És nem úgy van, hogy eleve benne van egy ventilátor rossz irányban, meg kifelé fúj, meg mit tudom én. Ha szeretnék beletenni egy plusz ventilátort, akkor kitalálom, hogy hova, mit, hogy, stb. És ahhoz mérten veszek elő egy ventilátort, és úgy építem be a rendszerbe, hogy az segítsen. És nem úgy építem, hogy ellenszívjon, meg ilyenek, tehát hogy nem. Minden ventilátort, ami a számítógépben van, én szerintem azért át kéne gondolni, hogy tegyük be, innen, így tegyük, így, és a dugója az jó lesz, az elég hosszú a vezeték hozzá, hogy elérjen az alaplapig, és hogy fog az kinézni, és hogy tehát jobban, többször át kell gondolni azt, hogy melyiket hova, meg ilyesmi. Ez is egy termáltékes, egy hibátlan ventilátor, nincs ezzel baj. A baj a beépítésnél volt. Na, úgyhogy ez a csávó, nincs rajta logó, de itt van. Úgyhogy ezt szépen beteszik a ventikhez, nagyon jó. Van nekem olyan, hogy... ez a talpcsavar. Ó, te! Eltűnt az egyik dobozkám, nem olyan jó. És most fog... Ja, itt van! Na, már egyszer ide raktam. Ez a venti rögzítő csavar. És ezt a venti rögzítő csavart, először ki kell nyitni, belerakni a csavart, és utána becsukni, a csavarra nem így. Na, ezt a szörnyedelmet, nem jó ez a szó ide, de most hagyjuk. Ezt szépen így hagyom, ahogy van. És... Ja, mint kiderült egyébként, a csávornak a tetején. Nem helyes sata van, ez miért? Rendes, sata van benne. Tehát fogsz egy laptop vinyót, hogy beleállítod, elvileg megjelenik. Tehát, hogy kívülre betenni egy belső vinyót, amikor itt van az összes... Na! Termáték, szedd össze magad! Milyen hülyeségünk ezek? A másik, figyelj!
ez az oldallap egy kicsit hátrébb megyek, jó? Hogy le tudjam modellezni. Mindjárt. Tehát a számítógép oldalnézet. Most jön a nagy poén, figyelj. Lerajzolom. Nem fogom visszatenni, mert az nehéz. Lemodellezem, jó? Ez hülye modellezés, de értsétek meg. Tehát itt van alul a táp. A táp fölött itt vannak az alaplap részei. És legfölül van a processzor. Eddig megvan? Most jön ez. Amikor fölteszem ezt ide, képzeljük, hogy be van csavarva. Hát mi van fölül? Egy ablak. Hogy lássam, hogy ott a proci. Kiváló, nagyon jó. És azt nem hűtenik én a nézegetés helyen. Alulra tette a csávó a ventilációs részt alulra, ahol a videokártya oldalról fűt. Tehát, hogy hülye vagy, fiam? ez micsoda? Ez azért van így, hogy lehessen látni, milyen szép a procin. Uh-huh. Egy asztali számítógépben nézegetni fogom a procin. Uh-huh. RGB-s esetleg? Tehát, hogy szín, hogy villog össze-vissza? Akkor ezt meg alapból leveszem, hogy hú, milyen szépe, hú, vezeték, kábelrendezés, minden is, fú, de szép, akkor ez meg nincs is rajta. Akkor meg minek az ablak? Ide hátulra, ide föltette az elszívót, ami szerintem tök jó. De ide minek az ablak? Ahogy mondta Mátyás király, hogy még nagyon sok baj van még szerelmes országunkban. És ezt kicsit kinagyítjuk, akkor borzasztó sok baj van még szerelmes világunkban. Borzasztó. Tehát, hogy nem, hogy nincsenek átgondolva, szándékosan rosszul vannak tervezve. És ez gáz. Ez nem az igaz. Na jó. Nem mondtam, hogy nézz utána a tervezett alagulásnak, hogy ilyenek. Az mély víz, az neked nem való. De most ott tartunk, hogy csupakoszik minden. Szóval ott tartunk, hogy van egy üres házunk, ami ilyen olyan hibákkal rendelkezik, de üres ház, úgyhogy lehet felhasználni, úgyhogy tök jó. És lássuk a többi számítógépet, mert nem csak ennyit kaptunk. A memóriákat, azokat szépen elrakjuk, mert ugye ezek a pótok. Like tartalék, jó? És lássuk a következő ajándékát az ótának. Nem egyet hozott a csávó, kocsival jött. Megvannak örülve ezek a csávok, nem? Hoznak számítógépet ingyen. Nekem nem ez a bajom, hogy hoznak gépet ingyen, hát hozzon. Hát. Kiosztom én. De akkor jöjjön család, nem jön. Tehát, mert bemutatom számítógép. Ennyit látni belőle. Egy oldallap. Menjünk tovább, figyelj. Megmutatom. Kicsit beakadtam. Megmutatom a hátulját. Elfelejtettem, hogy hívják. Megvan. Ez MIDI kimenet. Van benne két USB. Egy VGA. DVI. Közte van egy S-videó, azt hiszem. Integrált hangkártya. Hálózat. USB csatlakozók. És itt az árulkodó jel, a szakállasító. Ez öreg vagy nem öreg. Tudod, ha ezt az egy portot itt meglátod a számítógépen, fuss, rohanj. Van még árulkodó jel természetesen, hogy a táp az olyan, hogy úgynevezett elosztós. Tehát van benne fiú, lány, mind a kettő megvan benne. Van előnye, evidens, obviously, you know, egyértelmű. Mert amikor ide bedugom a monitort, és bekapcsolom a számítógépet, áramot kap a monitor. Tehát egyetlen 220-as dugóval tudom ellátni a monitort, a számítógépet, sima elosztó, az brilliáns. De ilyen, hogy fiú, lány, csak a régebbi gépeken van. Jó? Na jó, lássuk a szörnyet.
Na jó, nem vigyorgok ennyire, mert Ázus. Mondom, Ázus, tessék. A csodába. Ennek a számítógépnek az a baja, hogy 32 bites és Ázus. Ehhez hozzá se szabad nyúlni. Teszünk bele egy vinyót, mert azt valaki ellopta innen. 40-es kábellel van bekötve, ami alapvetően szabálytalan. És itt van alul egy másik... anyám! Nem fogok nekiállni, szétbontani, ez is fújón van. Fújón! Tehát, hogy itt kifelé fújja. Könyörű, itt az oldallap. Számoljuk meg az oldallapokon a processzor hűtésére felsorakoztatott lukakat. Tehát, számolok veletek, ja nem tudok számolni. Ez egy merev lap. Van egy kis eszed, meg olló. Van egy kis időt. Egy olcsó lemezollóval pontosan körbe tudod vágni, pontosan azt a helyet, ahol a processzor van, hogy ráfújd a hideg levegőt kintről. Eddig megvan? Na ezzel elrontasz olyan 4 órát, 5 órát, mert kiméret centire, és utána rájössz, hogy ez egy 32 bites, nagyon régi rendszer, tehát az összes munkád, amit eddig ráfordítottál, az nem ér semmit. És mindezt azért, mert a számítógép gyártó úgy gondolta, hogy a teli fémlap az milyen frankó. Na, egy autó borításánál, amikor nincsenek rajta lukak, az evidens, az jól néz ki, de a számítógép az jobb, ha szellőzik. Erre már 2020-as években kezdtek rájönni, de hát itt még sok a baj. Na, következő a terv, mert hogy ezt megszüntetjük, ugyanis a 40R-es kábelt azt nézni is fáj, nem hogy használni, úgyhogy ezt a csávot itt mindjárt megszüntetjük, és beteszünk mellé egy 80-ast, ugyanis majd lesz egy olyan kollégánk, lesz egy olyan kollégánk, aki majd erre egy Windows 7-et rárak. Hagyjuk már. Nem baj, a gépet előkészítjük neki, és lássa, mennyire szakszerűek vagyunk, kap tőlünk egy igazi Franco 80R-eset. Ez hibátlan. Tehát ezt a csávó megkapja, és ezeket a szemeteket, amiket itt látok, igaz, hogy Ázus van rajta, de ez hány ingyen, ezt nem kérjük. Várjunk csak. Mi lenne, ha találnék? Ázusból nekem nincs egy 80R-esem? Nézzük csak. Akkor egy kicsit lejjebb kell ástom. Ez sem Ázusos. Ázus! Itt van mi! Ázusos 80R-es. Nehogy már elhasználjam a rendeset, jó? Ti Ázusosok vagytok, kaptuk Ázusost. Na, viszont ezt a csávot nem kötöm be. Mert aki majd telepíti, szépen beköti. Itt a kábel. On your way, you know. Te dolgod. Azt mondtad, telepítesz rá egy Win7-et. Oldjad meg. Nem azt mondom, a Windows 7-et elég könnyű telepíteni, nem erről van szó, csak egyéb dolgokat is majd érdemes lesz majd. Ezt például nem tudom, média hosszú. Igazából indiferens, egyáltalán nem fontos. Ami igazán fontos lenne, az az, hogy ezt eltakarítsam, ezt a sok kábelt innen. Mert az a kis lemeznek a bekötő kábele, ami nem tudom, jól jöhet. Tudom, régi, de az sose baj, ha itt van a helyszínen. Mind a kettőt benne hagyjuk, ezt lejjebb tesszük. Mert ugye úgy van, hogy van benne egy DVD olvasó, nem tudom, író. Mindjárt kijön belőle az a vezeték. Utoljára ilyet a Win 95-nél láttam. Win 95. Nem előbb meg utóbb, hanem Win 95. Tehát, hogy azóta már történtek dolgok. Tehát, hogy ez nem olyan nagy dolog, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy ilyen.
ez a zenei CD átjátszó kábel a hangkártyában. Na, ezt Win 95 után már a Win 98 meg tudta oldani, úgyhogy nem hiszem, hogy erre egy Win 98 kerül, szerintem Win 7. Mózsnak bőven elegendő a személynek, viszont arra gondoltam, hogy mivel nem vagyok ennyire igénytelen, ezért ezt a szettet, DVD olvasó, jó, nem tudom, DVD-t lehet írni egyébként idével? Ez szakembereknek szól, tehát az általános nézőnek nem, ez az ide, ez. És ez tud olyat, hogy DVD írás? Vagy csak olvasni tudod? Nem tudom. Ezen bezzeg vallok. Vég, és hol? Figyelj, itt. Hogy hűtse ezt a lemezt. Ez fantasztikus, profik ezek. És ha kicserélném a két lapot, hogy a lukas legyen a hasznos oldalon, és a sima legyen, nem? Nem? Nem, nem, hülyeség, nem? Ebbe például... Ne haragudjatok már! Meg sem néztem a optikai meghajtót, ez egy CD olvasó, CD író DVD-t olvasni nem is tud. Tehát, hogy nem is jó, ezt ki kell dobni. Mert ugye a nagymester ezt nem engedélyezi használatra, hogy 52x52x52, mert csak CD. 2024-ben, úgyhogy ez a csávó, ez sajnos ez... Hát mondjuk így leszerelt. És van nekünk egy nagy csomó DVD olvasó, író. Mindjárt keresek valami kulturáltabbat. Ez büntetés, ezt imádom, amikor büntetni tudok. Itt egy ázusos DVD olvasó. Író. Idés. Tehát. Az ázusos számítógépben most bekerül egy ázusos DVD olvasó, DVD író, lemez, meghajtó, egység. Ó, kikai drive. És ez tök jó, mert egyaránt szar mind a kettő is. Most egyformán szar. Tök jó. Na, az az egész a lényeg, hogy a második helyre kerül, itt luk van, ugye? Azért van legfelül luk, mert amikor a meleg jön, igen, ez úgy jön, hőlékballon, you know? Tehát, hogy jön fölfele a meleg, az így fönt el tud távozni, tehát tök jó. Természetesen a számítógép legtetején van ventilátor hely. Tehát oda, volna egy kis eszem, egy fölfele nyomó ventilátort raknék, nem kéne luk, de nem baj, ott nem lesz ventilátor, itt meg van egy nagy luk, hogy el tudjon távozni a meleg. Nagyon jó. Egyébként csak úgy mondom, ha a meleg elmegy, az jó. Tehát. Igen, ezt többféleképpen is lehet érteni. Mindenki úgy érti, ahogy akarja. Whatever. Betesszük a DVD írót a 478-as. Szerinted hány DVD-t fognak vele írni? Nekem mindegy. Az a lényeg, a lehetőségünk itt lesz rá, hogy írjanak DVD-t. Nézzenek vele DVD-s meséket. Nem mindegy. Az a lényeg, hogy itt van benne, használják nyugodtan. Azért van, nem? Na, a másik dolog a meghajtó, maga a vinyó. A vinyóból mindjárt keresek egy normálisabbat. Nem tudom, szerintem ez tök jó. Itt egy tök jó vinyó. Ez egy Maxtor 04, akármi. Így mutatom. Itt. Egy ilyen, egy 30-as vinyó. Teljesen jó. És a 30-as úgynevezett teljesen jó vinyó, ez be lesz kötve a DVD író fölé, mint master. Jó? Jó lesz az. Úgyse én fogom megcsinálni, hanem majd a csávó. Összekészítem neki itt az egész szettet, és amikor ő jön, lát, akkor győz. Tök jó lesz, mert föltelepíti a vinyhetet, a szaló mindenki tök volt. Nem ez a lényeg, hogy amikor föltelepíti a rendszert, akkor mindenki jól járjon, nem? Ez a lényeg, nem? Megkapja a csavarkát,
megkapja a másikat, meg a kettővel dolgozunk. Be lesz kötve, mit tudom én, vagy ne is kössen be, majd beköti mindig. Az egész a lényeg, hogy benne van a vinyó, benne van az optikai eszköz, benne van ez, benne van az, és minden kész van, csak összedugott, telepített kész, tehát hogy nem terheljük meg a másik embert, jó? Most ez kicsit egyszerű, azért használom ezt, mert össze van kábel kötegelőzve a jövő hét is, és nem tudom ellátni árammal mind a két eszközt, ami nem jó. És ezeket a kábel kötegelő vackokat, ezeket most így lenyírbáltam, hogy persze nem voltam kész vele, nem. Ez mi? Ez mi? Ez van rajta egy vágás. Nem nagy, félig el van vágva az egyik kis vezeték. Ennek még nem örülök annyira. Nem olyan jó, nem szeretem, amikor el vannak vágva itt a dolgok, ez nem olyan jó. De ezt a csávót ide fölrakhatnám, ha akarnám. Na, ott tartottam, hogy itt van a felső kettőnek az áramja, ami nagyon fontos. Na mindjárt, miért bedugom? Egy. Itt lesz a bedugási. Jó, ez nem dugom be, csak oda van készítve, hogy ezt majd megoldja. Memóriát az kell bele tegyem, az nekem nincsen. Ez a kettő plusz, mint plusz két egység, úgyhogy ez nagyon jó. A kislemez meghajtót az külön bedugom, mert az nagyon fontos. A kislemez meghajtó az reggeltől estig non-stop működjön. Van itt egy főbetáp, a főbetápot egy picit arrébb tesszük. Nagyjából kész. Ezeket a szemeteket, amik itt vannak, ezt nem veszem túl komolyan. Ezt mindjárt leveszem, ezt elrakom. Jaj. Arra gondoltam, hogy ezt a kifújót inkább felteszem oda fölülre, hogy fölfele fújja ki a hőt, ez nagyon jó, sose baj, és akkor majd be lesz kötve, majd amikor be lesz kötve. Rájön. Úgyhogy én fogom csinálni. Hanem a Windows-os telepítős csávó, mert ő nyilván olyan lesz, hogy jön, kiossza. Oké. Tehát nem, eddig a Messengeren próbáltunk üzengetni neki, hát az üzenetek 80%-ára nem válaszol. Tehát, hogy tojik rá, nem tudom, tehát ilyen furcsa. Mindegy. Most ezt fölülre beteszem, mert igazából az fölülre volna való. És akkor fölfele fogja kifelé tolni a meleget, ami szerintem jó. Ha a meleg az megy, az jó. Ha a meleg az marad, az nem jó. Nem rögzítem le mind a léggyel, hát milyen francnak tegyem bele mind a négyet. Igazából csak az időmet húzom ezzel, hogy négyet teszek bele, vagy kettőt, vagy mit talán. Mindegy, tegyük bele akkor négyet, hogy kibánja. Na, az az egészben a lényeg, hogy benne van a benti, és hogyha be akarja kötni, akkor be fogja tudni kötni is. Nem kötöm be az alaplapba a vinyót, a DVD írót, a mit tudom én, azt majd ő szépen beköti, master, slave, stb. Szenvedjen bele is egy kicsit, hát most így néz ki a készülék, tehát a processzor. Nem bírom ide tenni, mindegy, akkor ide. Na mindegy, van benne videokártya, MIDI, USB kivezetés, stb. Teljesen korrektű meg van csinálva, csak
haladjon tovább a dolog, ennyi. Itt van a kislemez kábelezése, úgyhogy nagyon jó van ez. Azt fogom csinálni szépen, hogy fogom ráteszem ezt a hátlapot, aztán mindenki megy dolgára. Ugye begyűröm ide ezt a részt, mert ez így könnyebb. És ugye erre az oldalra a sima. Jaj! Ezen egy leírás is van. Van egy leírás, hogy hogyan kell a számítógépet összekötni, hogy ez fejjel lefelé mutatom, mi? Akkor így. Tehát, hogy hogyan kell a számítógépet bekötni, illetve melyik csatlakozó mire való. Tehát ez hibátlan. Az a neve, hogy P4, P800, ez még kézikönyvünk is van. Jajajajajajaj, azt hiszem valahol itt van. Itt van. Megvan. Tehát van egy P4, P800-unk Asus-tól. Úgyhogy tök jó, ez már megy is bele, nagyon jó. És akkor ez a óriás matrica, ami itt van. Megkísérlem levenni innen a... Nem lehet levenni. Mindegy, akkor is a hátlemezre kerül, tehát ide, amit nem fog látni senki. Cserébe viszont van kézikönyv, tehát hogy nézd meg a kézikönyvet. Ide van írva a kézikönyvben minden, jó? Tehát olvasd el, jó? Na, olvasd el. Olyan rohadtul modern cuccok ezek, te! A lézer, majd csak meglátod. Ezt a könyvet ide szépen betesszük, mint kezelési útmutató. Ez a tetej, ez nem kell még, hol az alja? Jaj. Ezt szépen lezárjuk. Nincs benne memória. Lehet, hogy van egy-két memóriám, de azok szerintem nagyon kevés. P4, P800, az azt jelenti, hogy 400-as kéne keresnem. Hú, bakker! Van egy csomó, csak egyik se 400. Tehát, hogy pont ez lenne a lényeg a 400-as alaplapnak, hogy 400-an megy. Ó, mit találtam? King Max, hát ez nagyon jó. Működik-e? Hát mit tudom én? Nyilván, nem? Nyilván működik, nem? Na, szépen belerakjuk. A csávó majd leteszteli, hogy működik, nem működik, mi van vele. Majd megoldja. Egyébként is szakember, nem? Tehát simán megoldja. Telepítést. Mi az neki? Queen 7. Ó, van neki többféle. Úgyhogy viszlát, megoldja. Beletesszük szépen két darab, egy gigásat. Meg kéne néznem a könyvet, tud-e egyáltalán ennyit az Asus? Esküdni nem mernék rá, hogy biztos tudja, no, nyilván. Nem éve, nem tudja, itt van benne önkézikönyv, műzik csak, contents, memory. System memory, tudja, itt van, ide van írva, olyanokat tud, kézikönyv. 64 meg a 128, 256, 512 és 512 és 1 gigás modulokat tud, tehát nem tudja a 2 gigásat. Most véletlen lenne nekem egy 2 gigás, nem tudom beletenni. És a következő csatorna kiosztásokkal 333, 266, 400, csak így lehet, és így. Kézikönyv, jó? Érdemes, tessék. Ide belerakjuk ezeket a szemeteket, visszarakjuk. Kapott 2x1 gigát, mózsna bőven elég. Ha van egy kis esze, nem tudom, dual channelbe fogja berakni, nem vagyok benne biztos, hogy tudja. Mindegy, itt a kézikönyv, megoldja. Na, hol tartottunk? Oldallap, Lukas oldal. Mi hiányzik belőle? Van benne, ilyen. Elvileg a hangkártya is működik. Nem tudom, a drivert kell tenni, hát ugye Windows, ugye? Na, úgyhogy nyilván jó. Úgyhogy ezt a gépet megkapja a Windowsos telepítő, a rászoruló beteg, gyerekes, családok segítő informatikusa, mert már van olyanunk is, képzeld el. Nem tudom most, hogy hívják.
Majd legközelebbi videóra fogom tudni. Most nem tudom, fogalmam sincs. Meg mivel nem nagyon válaszol, így most... Te bunkó vagyok, de... Nem igazán vettem. Hát itt van itt egy kis baj. Van itt egy kis baj, én meg nem vettem észre. Ó, te! A számítógépnek van talpa. És a talp nem volt a helyén. Teljesen ki van törve a helyéről. Ennyi? Ennyi. Na, mindegy, ez megy szépen vissza. Lukakkal a oldalán persze. Egy. Teljesen gyári, frankó. Ennyi, köszönjük, és akkor itt a nagy csavana végére, hogy kézzel is ki lehessen nyitni, tehát nem kell hozzá csavarhúzó. Kész. És ez a gép, ez megy annak a sávónak, rá kell tennem egy jelzést, hogy ez vinhetes, tehát hogy vinhetet fog kapni. Vin, itt, rá. Jó, ez nagyon jó. Oké, rátesszük a jelzést. Jó, mindjárt csak ugye meg kell csinálnom ezt a szöveget, mert ilyen szövegem eddig nem volt, hogy Vin 7 rá. Ilyen nem volt még nekem. Ezt most megcsináltuk. Így. És Vin 7, úgyhogy teljesen... Ja! És a harmadik gép, mert ugye Zoltán nem érkezett üres képre, a harmadik számítógép. Ja, azt hittétek, csak egy gépet hozott? Ó, mondtam, hogy kocsival jött a csávon. Drága Zoltán, hálásan köszönjük. Már csak az kéne, hogy azt így el is vigyék. Na lássuk, mit hozott a drága Zoltánok. Ne felejtsük el, hogy ez nem csak gép, ott egy plusz vinyó is van. A plusz vinyó, ott az gyári. Egy por szem nincs rajta. Még formázva volt egyszer-kétszer, nem tudom. Ez egy 80-as atás vinyó. Nagyon jó. Nyilván hibátlan, tehát nagyon vigyázunk rá. Ez sajnos egy Dell. Mindjárt vigyítjük. Ezt most nem értettem igazán, mindjárt megmutatom, itt van egy plusz, hát nem tudom, ilyen fül, valahonnan leesett, de ez nem a Dell-es tud, azt megismerem. Na, a Dell-ekről azt kell tudni, hogy irodai gépek, nem igazán 3D fixel vannak szerelve, tehát ilyen lassabb, egyszerűbben, jó? Egyszerűbben. Nem tudom, nyilván működik, meg frankó minden, csak lassú, mint az LSD-s csiga. Hogy kellett ezt kibontani? Na, itt a nyitója. Ó, itt a gyűlöllek. Na szóval. Mindjárt csak eltávolítom ezt a részt. Megpróbálom így mutatni, hogy így néz ki a Dell-es gép. Jó? Tehát van benne egy hosszú PCI, nem Express. Hosszú PCI, és itt látjuk benne a PCI Expressnek a helyét, amit gyárilag kivettek belőle, mert még a végén valaki oda betesz valamit, azt nem szabad. Úgyhogy az ott nincs. De cserébe a PCI Expressbe a videokártya be van dugva, mint videokártya. Úgyhogy ez egy megosztott memóriás, melyik szót használjam? Hát, lassúság. Szóval, vannak hozzá ilyen kinyitós dolgok, ezeket kinyitjuk, ez fölbillen, alatta lesz ilyen hely a vinyónak, meg ilyesmi. Mindjárt. Ó, bakker. Nem a vinyó van alatta. A kislemez, az rohadt fontos. A kislemez, az valami rohadt fontos, de akkor hova kerül a vinyó? Kislemez alá. Nagyon jó. Viszont...
ezzel még sok munkám van, úgyhogy ezt még annyira nem akarom komolyan venni. Úgyhogy ezt még szépen visszaállítom, így. Meg ezt visszarakom, ezt már mindjárt. Először is elköszönök tőletek, mert egyis úgy nézek ki, mint egy szénbányász. Szóval azt akartam mondani, hogy Zoltánnak köszönjük a számítógépeket, ezeket a gépeket fel kell újítani, stb. Újra összeállítani, minden modul most külön van pakolva, és hát majd nyilván jönnek családok és elviszik a gépeket. Tehát egyelőre ez lenne a legfontosabb, hogy legyen család. Úgyhogy köszönöm, aki most megnézte ezt a részt, köszönöm az Zoltánnak még egyszer ezt a három szuper számítógépet. Rengeteget tanultunk belőle, és hát majd legközelebb találgatunk. Én fogunk találgatni, mikor jön már család. Tehát, hogy legközelebb találkozunk, aztán remélem, akkor nem lesz ennyi számítógép, úgyhogy viszlát, elosztom.